Természetben is előforduló és az emberi szervezetbe is egyszerűen bejutni képes antibiotikum, a moxifloxacin kimutatására képes szenzort, úgynevezett MIP filmet fejlesztettek ki refis diákok. Igen, első és második hallása is elképetek, ugyanis ilyen címeket kutatócsoportok munkásága kapcsán lehet olvasni. Itt viszont középiskolás diákokról beszélünk, és itt is van velem Balogdóra Zsófia, 11C osztályos refis diák, illetve Györfi Szabolcs, doktorandusz a mentora. Isten hozott titeket, szervusztok! Jó kívánok! Nos, hát szurkoltam magamnak, hogy tudjam ezt kimondani, ezt a Moxi Floxacint. egyáltalán, hogy mit is jelent ez. Lássuk, akkor kérdezem tőled, mutasd be a kutatásotokat, illetve hát egyáltalán ezt az utat, hogyan jut egy 11 diák el odáig, hogy ilyeneket kutasson, vagy ilyet fejleszhetek ki, vagy egyáltalán hogy néz ki ennek az egésznek a története az útja? Igazából az egész úgy kezdődött, hogy az osztályfőnök nő felkért minket, illetve megkérdezett minket, hogy nem érdekelne -e minket egy kutatás, és akkor én és a kollégám is azt mondtuk, hogy de igen. És akkor onnantól kezdve elkezdtünk járni a gyógyszerészeti egyetemre, és onnantól kezdve Szabolt segítségével kezdtük a kutatást. Kinek volt az ötlete ez, ugye ez, ez a, ez ennek a szenzornak a kutatása, vagy egyáltalán ez most itt miről beszélünk? Feltaláltatok valamit, vagy, vagy alternatívát ajánlatok egy, egy, már létező valami hasonlóra? Ezt mutassátok be, és akkor Szabosnak is a segítségét kérem, mert hogy ugye te egy gyógyszerészeti egyetemen vagy doktorandusz, Igen. és te segítettél nekik ebben a... Igen. Igen, tehát a kutatócsoportunk, tehát a diákok bekapcsolódtak egy kutatócsoport munkájába. Már régebb óta kutatjuk ezeket a molekuláris lenyomatú poliméreket, és ezekkel foglalkozunk. Arra használjuk őket, hogy analitikai szenzorokat fejleszünk ki. És nagyon érdekelt minket, hogy lehet-e egy olyan alternatívát találni, hogy ezeket a poliméreket megteremtsük, úgyhogy 3D nyomtatás technológiát használunk. És ö, pont jókor jött ö, ugye a segítség ö, ebbe a kutatásba, kapcsolódtak be már a leges legelején, tehát velük kezdődött el ez a kutatás, a diákokkal, és ők segítettek abban, hogy beindítsuk ezt a folyamatot. Próbálom tartani az iramot, hogy ne veszítsetek el. Tehát, hogy ugye itt molekuláris szinten beszélünk ö, Igen. Ö, Igen kreálmányokról, és egyébként ezeket lehet 3D nyomtatni? Igen, a cél az volt, tehát a moxifloxacin molekulájára több szenzor is létezik már, tehát több olyan analitikai módszer létezik, amivel ki lehet ezt a molekulát mutatni, viszont ami új, újítás volt a mi kutatásunkban, az a módszer, ahogy ezt a szenzort legyártottuk. 3D nyomtató segítségével gyártottunk le nagyon finom, vékony filmeket, amelyek képesek felismerni, megkötni ezt a Moxifloxacin antibiotikumot. Mi az, amit, amit, ti csináltatok ebben, ebben a projektben? Uh, ugye ezzel díjat is nyertetek, és hogyha nem tévedek, akkor van ennek folytatása, mert hogy valahol tovább juttok ezzel, illetve talán Törökországból, ha nem Igen. tévedek. Igen. Na mesélj nekem, hogyan, tehát, hogy ugye mondtad, hogy szólt az osztályfőnök, hogy szeretnétek -e egy ilyenben részt Igen. venni, van, -e, van, ilyen program, ahol az egyetemekhez így bekapcsolódhatnak egy már létező futó kutatásba bekapcsolódhatnak diákok, vagy, vagy hogy néz ez ki? Tehát egy hát, világos fel minket, sötétben vagyok még egyelőre Igen, is. persze. Hát az ugye ugyebár az egy, egy olyan verseny, ami fiatal tudósoknak van, úgymond, fiatal tudósoknak szól, és ebben a versenyben ugye a diákokat támogatják különféle egyetemek, most nálunk az volt a helyzet, hogy éppen az UMEFÉnek, nek a Gyógyszerészeti Egyetemnek volt egy ilyen kutatása, ahova nekünk volt lehetőségünk beszállni, és az ötlet úgy alapból megvolt, és akkor mi szépen elkezdtük a kutatást. Ugye 3D nyomtatót használtunk, és nagyon-nagyon vékony, mikrométernyi vastagságú kis filmeket nyomtattunk, és Dolgoztál már ilyenekkel? Vagy do... ugye, itt van egy osztálytársad is, Igen. azt el kell mondjuk a nézőknek, hogy ugye nem egyedül voltál ebben a projektben. Ő épp kimaradt, mert hogy itt két székünk van, illetve három székünk van velem három, és kettőtök, ezért beszélgetek kettőtökkel. Kivel vettél részt ebben, illetve hogy egyáltalán mit tudtatok előre abból, vagy milyen skilljeitek volt a skillset, vagy, vagy bármi tudás, amit fel tudtatok használni ehhez? Hát ugye én is Ervin, Végervin, aki most kintő. Úgy csöppentünk bele ebbe az egészbe, hogy gyakorlatilag volt egy nagyon alapfogalmunk, hogy mit csinálunk, hogy lesz egy 3D nyomtatónk, és hogy azzal nyomtatnunk kell. Olyan nagy dolgoztatok már? Nem. Tehát teljesen új volt ez az egész nekünk, és mi is igazából a folyamat alatt tanultuk meg, hogy mit, hogy kell, és utána berögződött az a rutin, hogy kinyomtatjuk a polimert, utána lemossuk a polimert, és a hasonló dolgok. Egyáltalán az hogy, az, hogy kitalálni ezt az új anyagot, amit kinyomtattok, ennek ez, ez a folyamat, ez hol kezdődött el, vagy ez, ez milyen szinten állt, amikor ők beléptek a projektbe? Tehát az ötlet már meg volt születve, viszont idő hiányában nem tudtunk ezzel foglalkozni, ugye a kutatócsoportnak több más projektje is fut ezzel párhuzamosan. Úgyhogy valóban nagy segítség volt, amikor bekapcsolódtak, amikor megkerestek egyáltalán azzal, hogy lenne ez a két diák, aki szívesen részt venne egy kutatásban, megnézni. Mi nagyon örventünk ennek, tehát hogy vannak olyan diákok, és főleg magyar diákok, akik szeretnének bekapcsolódni hasonlóba. Úgyhogy szívesen láttuk őket, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ahhoz képest, hogy honnan indultak, hogy csak ismerkedtek, ugye diákként kevés lehetőségük nyílt arra, hogy egy kutató kutatólaborban egyáltalán járjanak, nemhogy dolgozzanak benne de nagyon hamar felzárkoztak, úgyhogy és büszkék vagyunk az eredményeikre is. Tehát. Van egy ilyen program, van egy ilyen platform, ami és egy, hát programra inkább azt hiszem, hogy ez a megfelelő kifejezés erre, ami lehetőséget teremt nektek erre, hogy, hogy ilyeneken részt vegyetek? Tehát, hogy nem kimondtan az osztályfőnököknek így megszületett a fejében, hogy az ötlet, hogy hát menjetek akkor a, a gyógyszerészetére, hanem néha-néha hanem összedolgozik, gondolom, az egyetem diákokkal, illetve a középiskolákkal. Sajnos egy Rendszer nincs, nincs egy olyan program, amibe be lehetnek csatlakozni, hanem ez megkeresés alapján történt. Úgyhogy nekünk is valóban új dolog volt ez. Viszont nagyon örventünk, hogy megtörtént ez a megkeresés, és én úgy gondolom, hogy az egész csoport nevében mondhatom, hogy szívesen látunk bármikor, tehát olyan diákokat, akik érdeklődnek. Mi az újítás ebben? Egyébként itt a nézőink láthatják, láthatják a képernyőn a képeket, ami, amelyek a kutatásotok alatt, alatt készültek a laborban, és itt egyébként nézem, hogy rend, módszeresen fel vannak ott jegyezve dolgok. Egyáltalán ezt közben tanultátok, meg gondolom. Igen, természetesen. Hát... Van ennek egy módszere, hogy hogyan szokás, mit szokás egy kutatáskor, van erre módszert, gondolom, ezt, ezt kitalítottam meg nekik, tehát hogy te voltál a mentor, te voltál melléjük rendezve, hogy, hogy képviseld őket, illetve segítsd. Igen, igen, tehát együtt dolgoztunk, eleinte minden lépésnél jelen voltam, tehát ahogy fejlődtek, ugye én részt vettem minden egyes, lépésnél az ő fejlődésükben, és utána pedig azt kellett megtapasztalnom, hogy egyre kevésbé vagyok én ott szükséges, tehát egyre ügyesebben forognak a laboratóriumban, egyre többet képesek egyedül megoldani, már a rutin ugye ott volt, úgyhogy Ügyesen, Gondolom azért ügyesztem. te a kollégáddal szeretitek a biológiát, tehát hogy nem pont mondjuk a nem tudom a humán szakos vagy a reál szakos, a, nem tudom miről, a matek kedvelő fogott ennek neki. Esetleg a már így 11. mondjuk az már végére lassacskán, az is körvonalazódott, hogy most ezután a projekt után, hogy megtörténhet, hát, hogy ilyen pályán fogjátok folytatni? Hát a, én a magam nevében beszélek egyenlőre. Én a biológia egyetemben gondolkodtam tovább, és ez nagyon nagyban segít ahhoz is. Mert um, ugye ez a második hely az Icsis országoson. Ez a második hely, ez, hogyha nem változtatják meg a tanügyi szabályokat, akkor ez azt jelenti, hogy. Nem kell felvétel? Nem kell felvételznek. Oh, hát. Igen. Um, hol használhatjuk majd a jövőben, amennyiben esetleg ebből tömegtermék uh, lehet? Bár nyilván odáig még, még hosszú az út ez egy teljesen másik történet, illetve mi ebben az újítás? az újítás, tehát jelenleg, ugye, mint mondtam is, vannak olyan szenzorok, vagy vannak olyan módszerek, amik kimutatják ezeket a molekulákat. A tendencia az a kutatásban, hogy minél újabb, minél olcsóbb, minél gyorsabb módszereket találjunk ki, amik hasonló módon, tehát hasonló precizitással képesek ezeket a molekulákat kimutatni, mérni. Viszont ebben az esetben abszolút újítás volt az, hogy hogy egy 3D nyomtatót használtunk. Ezeknél a poliméreknél még nem használtak, még nem publikáltak hasonló nyomtatási technológiát. Akkor ez is egy újítás. Tehát egy újítás főleg a ebből a szempontból újítás, pontosan. Illetve, tehát ezt ezt a gépezetet bárki megvásárolhatja magának, tehát csak olyan anyagokat használtunk, amelyeket bárki igazából megvehet magának, tehát akár otthon is legyárthatóak ezek a szenzorok, tehát nem szükséges egy laboratórium ahhoz, hogy hogy ezeket kinyomtassuk. És innen az útja, a, hát végül is ennek a sikereteknek, akkor erről mesélj még, tehát, hogy mi lesz a következő fázis, illetve hát mesélj arról is, hogy ezt ugye, ha nem tévedek, angolul kellett Bemutatni ezen a, ezen a versenyen, ami már megint különek kihívás, ugye? Mert hogy nem az anyanyelveden kell, olyan szintet produkálj, ami ami első-második helyekhez, helyekhez megfelel. Hát uh, igazából a kutatás során hiba, illetve azoknak a javítása volt, és újból próbálkoztunk, és újból és újból, egészen addig, amíg eljutottunk egy olyan alakhoz, amíg olyan alakot adtunk ennek az egésznek, ami prezentálható volt, és utána jött az, hogy ezt az egészet akkor most meg kéne csinálni angolul, lefordítani angolra, elmagyarázni angolul. Um, igazából nem volt különösképpen nagy kihívás, de még mindig az a tény maga, hogy nem az anyanyelvemen mutatom be, az egy bizonyos nehézséget jelentett, viszont meglepően nem volt éppen annyira nehéz, mint én uh -huh. gondoltam volna. Uh, ugye azt nem tudom, hogyha letisztázódott, bár én úgy értettem, hogy ezt kimondottan a református kollégiumnak a jó voltából, illetve mert hogy ők ke keresték meg az egyetemet, tehát ez nem minden iskolában van uh, akár ilyen lehetőség, bár lenne egyébként, tehát hogy lehetőség lenne, csak meg kell keresni az egyetemeket. Uh -huh. Mikor utazol uh, Törökországba? Ezen a héten pénteken. Ezen a héten pénteken, sok sikert kívánunk, és onnan is uh, térj haza uh, eredménnyel, illetve ez már óriási eredmény, úgyhogy bármi legyen ennek a, a kimenetele. Csak gratulálni tudok Balogh Dóra Zsófiát is, Györfi Szabolcs doktorat, a mentorát látták és hallották. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és sok sikert tovább! Köszönjük, Köszönjük is! Szépen.